Szent Jónásban Jézushoz megyek. Jézusnak a megbocsátását kérem, mikor a pap adja is a feloldozást, nem ő bocsátja meg a bűnt, ő csak olyan, mint egy cső, amin keresztül jön a Isten kegyelme. Tehát az a bölcs, hogyha valaki nem veszi föl magának a papnak esetleges fáradtságom vagy más gyöngesége miatti hibáját, hanem csak azt nézi, én őszintén elmondtam, én megbántam, megkaptam a feloldozást, Krisztustól kaptam, és nem zavar engem, hogy esetleg egy rozsdás csövön keresztül jött a kegyelem. Tehát ez van a bölcsesség. De ahol van alkalom arra, hogy mert mégis azért több mindent meg is lehet beszélni a Szent Jónásban, akkor menjünk egy másik paphoz. Azt mondani, hogy azért nem meg többet jönni, mert ilyen volt egy pap, ez egy hamis kifogás, és tulajdonképpen az ember maga örül, hogy valami ürügyet találhat, hogy most megszabaduljon ettől a gondjától. Olyan, mintha valaki azt mondaná, hogy beteg vagyok, elmentem az orvoshoz, az orvos nem volt jó hozzám, többé nem megyek orvoshoz, inkább meghalok. Hát miért nem megyek el orvoshoz? Nem a orvos számít, hanem a gyógyítás számít. Tehát ezt nagyon fontos megtenni, hogy ne ahhoz ragaszkodjunk, ha van alkalom máshoz, akkor menjek máshova gyógyulni, de egyébként pedig arra gondolok, én elkövettem a bűnt, Isten olyan irgalmas, hogy ilyen módon emberek közvetítésével mellém áll, segíteni akar, vegyem igénybe az ő segítségét, és ne azt nézem, hogy most ki az, aki. Ha meg van lehetőség máshoz menni, akkor menjek máshova.